Jézus szívének tisztelete dogmatikailag a Szentíráson alapul. Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a Jézus szíve tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a kártáúziak terjesztették. Kalocsán a Jézus szíve búcsút idén 157. alkalommal üli meg a városnak, illetve a szállásoknak a katolikus népe. Azt gondolom, hogy 157 már egy tiszteletre méltó szám. Én annak örülnék, hogyha idén is minél többen jönnének el. Most is viseletbe öltözve várják a híveket Kalocsáról és a szállásokról. Nagy hagyománya volt ennek ö, régebben. Három napos a búcsú ö, most is, de évtizedekkel ezelőtt ezt még több ezren ülték meg. Péntek, szombat, vasárnap fogynak azért az idősek, és ö, ezért is fontos, hogy a helyükbe a fiatalok beleálljanak és a magukénak érezzék. Június 28-án és 29-én Litánia, Szentségimádás és Szentmise is lesz. A főnapon, vasárnap a Szentmisét követően indul a körmenet. Június 30-án pedig reggel fél nyolckor Marton Gábor érseki szertartó úr fogja végezni a Szentmisét. Kilenc órakor is lesz délelőtt egy Szentmise, amit Csernák Pál Apát Kanonok úr mond, és elérkeztünk a, a lényegéhez, a kellős közepéhez a búcsúnak. Vasárnap 3-4-10-kor áll föl a menet, itt a Szent István királyi úton, és kísérjük az oltári szentséget ebben a körmenetben be a Főszikes Egyházba, ahol délelőtt 10 órakor ünnepi főpapi Szent Mise lesz, Fülöp Ernő apát Kanonok úr fogja celebrálni. Mezőkövesden van hasonló ünnep? Ott is a jezsuiták honosították meg Jézus szíve ünnepéhez kapcsolódóan.